Kecskemét belvárosának újabb része szépült meg az elmúlt hónapokban. Befejeződtek ugyanis a Centrum Áruház környékének március végén indult felújítási munkálatai. 4 hónap alatt teljes egészében megújultak a közterületek. Többek között felújították a környező utcák aszfaltburkolatát, a parkolók új térkőburkolatot kaptak, és a körút felüli várakozó helyeket is átalakították. Az áruház körül mintegy 6000 négyzetméternyi modern térkőburkolatot helyeztek el. A teljes egészében önkormányzati költségvetésből finanszírozott beruházás részeként jelzőlámpás csomóponttá vált a Kiskörút, a Jókai utca és a piac melletti kis utca, vagyis a Horváth Cirill tér találkozása. A városháza tájékoztatása szerint a több százmilliós beruházásból már csak a parkosítás van hátra, amelyre csak ősszel kerülhet sor. A tervek szerint 13 fával és 3 zöld felülettel gazdagodik majd az áruház környéke.